tanulásban akadályozott, valamint értelmileg akadályozott diákok és egy hallássérült tanuló vett részt a fogyatékkal élők asztali tenisz diákolimpiájának baranyai fordulóján. A mohácsi testvérpár András és Katalin nagyon boldog, hiszen mindketten bejutottak az országos döntőbe. Nagyon jó, és a felkészítésem, a Gyurivá, meg a másik talán úr, ő mondta, hogy hogyan csináljam, és úgy tudta megnyerni. És a tesóm, ugyanúgy ők készítettek fel, és kicsit beszélgettem, hogy odafigyeljen, átadja, mert úgyis a másik veszhetni fog. Nekem nagyon jó volt ez. Hát most elsőnek izgultam, hogy megnyerem vagy nem. És első helyzet, és megnyertem, és Budapestre megyünk. A házigazda a Siklósi Szent Imre Katolikus Iskolában 18-20 fogyatékkal élő gyerek tanul. Testnevelőjük, aki egyben a fogyatékkal élők Baranya megyei sportszövetségének alelnöke is, lelkesen szervezi a csapatokat, bármilyen sportágról legyen is szó. Tanulásban akadályozottak vannak körülbelül 15-en, ők nincsenek integrálva, szegregált oktatás folyik, illetve vannak hallássérült gyermekek, mozgássérült gyermekek, ők integráltan tanulnak a különböző osztályokban. A baranyai döntőre a házigazda siklósiakon kívül Mohácsról, Pécsről és Komlóról érkeztek tanulók. A FODISZ igyekszik minden rendezvényt megtartani, hiszen a tanulásban akadályozott, valamint az értelmileg akadályozott gyerekek nagy részének a sport az egyetlen, ahol sikerélmény érheti őket. A szabadidős rendezvényeink voltak decemberben, amiket lefújtunk, és nem rendeztünk meg egy túrát és egy a Mikulás Kupa darts versenyt. Ezen kívül a többi azt meg tudtuk oldani, meg tudtuk csinálni még előtte, és jelen pillanatban mind az Országos Szövetség, mi is úgy vagyunk, hogy mindent szeretnénk megcsinálni, ami a versenynaptárunkban szerepel. Ez volt az első verseny. Az asztali tenisz országos döntő február 15-én Budapesten lesz.